A Berlint azt te fizetted? Nem, az úgy működik a művészeti világban, hogy van egy kurátor, aki meghív téged, és az fizeti azt a munkát, amit te elvégzel, mint ahogy egyébként, hogyha mondjuk te egy vállalkozó vagy, ugye van egy megrendelőd, aki a te munkádat megfizeti. Na, hát akkor mégis van. Tehát ezt meg kell őket de, találni. Bocs, az rossz ez az erőt. Ugyanúgy a Richard film. Jobban jártál volna, Imre, hogyha külön meghívod a Pétert, és külön meghívsz engemet. A Péter az egy politikai aktivista, aki a Millán keresztül, ezt most már évek óta, és jóval korábbra visszadatálhatóan közéleti tevékenységet végez ilyen értelemben, erőteljes politikai attitűdbe. Én egy szakmai szövetséget képviselek, tehát a Humán Platform, amit ugye a beharangozott, az nem egy politikai szövetség, az egy szakmai szövetség. Az a különbség a kettő között, hogy a Humán Platform célkitűzése az, hogy azokat a humán ágazatokat, közoktatás, felsőoktatás, egészségügy, szociális ágazatok és a kultúra, amelyeknek az ugye nem pártpolitikai kérdés, nem az a kérdés, hogy jobboldali vagy baloldali az orvos, jobboldali vagy baloldali a tanár, az a kérdés, hogy a tanárnak lesz-e lehetősége a tanteret neki magának meghatároznia, fog-e kapni fizetést, tudja azt, hogy kinek kell felelnie, és így tovább. Nem, ezek szakmai kérdések alapvetően, mert meghatározzák azt, hogy milyen minősége lesz adott esetben az oktatásban. A diák tüntetés az nem politikai volt? Bocsánat, politikai volt, de az nagyon nagy különbség, bocsánat, az nagyon nagy különbség, hogyha bárvára csak ezt fejezem be. A pártpolitika és a közpolitika közötti különbség, világos. Tehát azt mondom, hogy más az, hogyha azzal a célkitűzéssel mész ki az utcára, hogy kormányt buktas, és más, hogyha azt mondod, hogy vannak alapjogaim, amelyeknek a biztosítását szeretném kikövetelni a regnáló hatalomtól. A Humán Platform nem azért jött létre, hogy megbuktassa a Fideszt, azért jött létre, hogy rákényszerítse ezt a kormányzatot, amit mi elfogadtunk, mint legitim kormányzatot, hiszen ezt megválasztották, rákényszerítse arra, hogy az alaptörvényben és a különböző jogszabályokban foglalt kötelezettségeit végezze el. Mert nekünk nem 2014-től kell tudnunk elvégeznünk a munkákat, hanem most ebben a pillanatban. Az orvosoknak nem 2014-től kell megmutatniuk azokat a betegeket, akik most várnak ellátásra, hanem ma, holnap és így tovább. Nem lehet várni. Olyan mértékű elrothadás van ezeknek az ágazatoknak, ami kriminális helyzetet teremt Magyarországon. És ez csak tényleg a jéghegy csúcsa, mert ezt még egyáltalán látjuk. Arról például, amiről a Péter beszámol, az a hihetetlen nyomor, ami adott esetben Észak- és Észak-Kelet Magyarországon létezik. Az tényleg a jéghegy csúcsa, az azonnali megoldásokat kívánja meg, de és akkor nem beszéltünk arról, és akkor nem beszéltünk még bíne. Arról, hogy egyébként az egész országban milyen hihetetlen állapotok vannak, hogy milyen tömegek nem jutnak élelmiszerhez, hogy milyen tömegek nem jutnak ezekben a napokban például fűtött szobához, és így tovább. Ezek olyan kérdések, amelyek a nemzeti minimumról szólnak. Jobboldali, baloldali beállítottságtól függetlenül. Én egyikhez sem sorolom magamat, bár te módszeresen engem lebaloldalizol és leliberálisozol, nem tudom, milyen fogalmat társítasz hozzá. Én azt mondom, hogy arról érdemes beszélni adott esetben. Szóval minden ilyen narratív, ami ezt megkerül, és amikor arról beszélünk, hogy cigánybűnözés, meg mint a milyen egyéb bűnözések, ezek nem a lényegi kérdésekről szólnak. A lényegi kérdés az, hogy elfogadjuk azt, hogy így 10 millió, több mint 10 millió képezünk egy nemzetközösséget, és együtt kell sikerrel vinnünk magunkat a világban, mert egyébként hihetetlen erők közepette kell tudni helytállni. Miért nem tudtok a jobboldali erőkkel tárgyalni, vagy beszélni? Ez nem igaz, hogy nem tudunk tárgyalni. Mi magunk egyébként több olyan tagszervezettel bírunk, amelyben vannak olyan meggyőződésű emberek, nekem vannak olyan kollégáim, akik jobboldali érzelmi világgal rendelkeznek, vagy jobboldali beállítottsága, politikai beállítottsága rendelkeznek, de ez nem számít semmit. Ezek az emberek például szenvednek attól, hogy Bájer Zsolt egy jobboldali, egy polgári közírónak van tekintve, miközben egy nettó náci publicista, aki most a hétvégén is bizonyítékát adta annak, hogy egy náci közbeszédet folytat. És ezzel tetnék el azt, hogy ma polgári közírás legyen például Magyarországon. Három percünk sincs, de szerintem ezt egy picit tegyük rendbe, amit most mondtál, az egy tulajdonképpen vádaskodás. Ez nincs rendben, Péter. Az a vádaskodás, hogy leállatozom állampolgártársaimnak egy nagy részét. Nézd, ha elolvastad volna figyelmesen ezt a cikket, ő arról próbál beszélni, legalább az én olvasatomban, hogy ezek a fiatalok késsel, ollóval, meg szóraeszközzel járnak szórakozni. És az én véleményem szerint, akik így tesznek, azok állatok. Berzéken emlékezzél vissza, a rendőrség a motorosokat vizsgáltál át, hogy nincsen náluk szúrovágó eszköz. Akkor nem tiltakoztál. Én tudtam már, ebben a tévében a keresztény szellemiségnek legalábbis van némi létjogosultság, azt remélem, hogy jól mondom. Ezzel egyetértek. Egy keresztény szellemiség ember mondhatja az bármilyen embertársára, anélkül, hogy konkrét bűncselekményt követett volna el, kiterjesztőleg, csak azért, mert származása szerint roma vagy cigány, hogy állat. Nem. De itt összemosod a kettőt, itt nem szállítás. Kérdezem, nagyon egyszerű. De egy igen nem elég egyébként. Ez egy igen és egy nemnek a kérdése. És bocsánat, az a baj, hogy az a beszéd, ami egy nettó náci beszéd, az azt lehetetlenít el, bocsáss meg, azt lehetetlenít el. Nekem például jobboldali beállítottságú szüleim vannak, nekem jobboldali beállítottságú ismerőseim vannak, és szégyenkeznek azért, hogy ma Magyarországon a jobboldali kurzus az ilyen közírókkal vérteszi fel magát. Talán rá fogsz ismerni. Üzenem a birkamenetelő sunyi hazug orbánista álcivileknek, hogy a fizetett bér
Hát valami érdekes. 20 másodpercünk van körülbelül. Folytassuk, mi benne vagyunk. De a létezés. Én szívesen folytatnám, és fogjuk is folytatni. Itt most már civilekben, meg álcivilekben szerintem nem tudunk belemenni, de civileknek tartjátok magatokat egyébként? Talán igen. Civil állampolgár. Szóval ez nem érdemes ezt hosszan boncolgatni, mi alapvetően Péter? Az ország jövőjét kívánjuk szolgálni. Igen, a társadalmi jól működés. A civil az valóban félrevizel a szó, hogyha azt nézzük, hogy öntevékeny állampolgár, aki egyébként másokért is hajlandó tenni, akkor én természetesen annak tartom magam, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez politikai ideológiáktól függetlenül ezek legyünk, és összedolgozzunk, ne szét. Ne hagyjuk magunkat szétválasztani, hogy bal vagy jobb oldalon, hanem vegyük tudomásul, hogy a bal és a jobb oldalnak együtt kell alkotni a Magyarországot. Ezért fontos az, hogy középen legyen a kormányzás lehetőség szerint, és én 2014-ig mindenképp ezen fogok dolgozni. Az időnk pedig lejárt, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy tényleg közép lesz-e majd az együtt 2014, de valóban ez egy szép álom, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget, nem is lesz folytatása. Köszönjük a nézőknek pedig a figyelmet, legközelebb 2 hét múlva várjuk Önöket. Ha van véleményük, ötletük a műsorral kapcsolatban, írjanak nekünk a jobbegyenes@ekhotv.hu e-mail címre. Viszontlátásra! A műsor támogatója CBA, a Magyar Üzletlánc.